Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet mennybe menetel ünnepén, Krisztus Urunk feltámadása után 40. napon és 10 nappal pünkösd előtt. Így szól a mai napnak mennybe menetel ünnepének az igéje, János evangéliumának a 12. fejezetéből. Jézus Krisztus mondja, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Isten tiszteletünket megkezdve a 226-os éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Krisztus Jézus feltámadt, az Atya jobbján van, és esedezik értünk. Énekeljetek az Úrnak, öröm újongással, énekeljetek áhítatos szép éneket, mert Isten uralkodik a népeken, Isten az ő szentségének székében ül. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket.
Magamtól nem mernék megszólalni előtted, Istenem, mert megszámlálhatatlan az én vétkem. De tekints egyszülött fiadra, aki színed előtt közben jár értünk. Légy hozzám irgalmas, és hallgass meg az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörült mi rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát küldte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható Isten, aki egyszülött fiadat megdicsőítetted, és jobbodra ültetted, ne hagyd minket vigasztalás nélkül, hanem küldd el szent lelkedet, hogy kísértéseinkben mellénk álljon. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled is a szent lélekkel él és uralkodik. Örökkön örökké. Amen. Mennybe menetel ünnepén hallgassuk meg az oltár előtti felolvasásra kijelölt szent igét. Úgy, amint azt megírva találjuk Márk evangéliumának a 16. fejezetében, a 14. verstől a következőképpen. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Azután így szólt hozzájuk: menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik. Az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek a kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik. Betegekre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus pedig, miután ezeket mondta nekik, felemeltetett a mennybe,
és az Isten jobbjára ült. Azok pedig elmentek, hirdették az igét mindenütt. Az Úr pedig együtt munkálkodott velük. Megerősítette az ige hirdetést a nyomában járó jelekkel. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egyigaz Istent, valljuk meg hitünket közösen az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Igehirdetésre készülve 228-as számú énekünk első három versszakát énekeljük. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Mennybe menetel ünnepén
Hallgassuk meg az ige hirdetési alapigét. Úgy, amint azt megírva találjuk a Királyok második könyvének a második fejezetében, az első 12 versben a következőképpen. Amikor az Úr Illést forgó szélben az égbe akarta ragadni, Illés és Elizeus elment Gilgából. Illés ezt mondta Elizeusnak: maradj itt, mert engem Bételbe küldött az Úr. De Elizeus így felelt: az élő Úrra és az életemre mondom, hogy nem hagylak el. Elmentek tehát Bételbe. A bételi proféta tanítványok odamentek Elizeushoz, és ezt mondták neki: tudod-e, hogy az Úr ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt: én is tudom, de hallgassatok. Akkor ezt mondta neki Illés: maradj itt, Elizeus, mert engem Jerikóba küldött az Úr. Ő azonban így felelt: az élő Úrra és az életemre mondom, hogy nem hagylak el. Megérkeztek hát Jerikóba. A jerikói proféta tanítványok odaléptek Elizeushoz, és ezt mondták neki: tudod-e, hogy az Úr ma elragadja mellőled uradat? Ő így felelt: én is tudom, de hallgassatok. Azután ezt mondta neki Illés: maradj itt, mert az Úr a Jordánhoz küldött engem. Ő így felelt: az élő Úrra és az életemre mondom, hogy nem hagylak el. Így hát együtt, ketten mentek tovább. Velük ment 50 próféta tanítvány is, és amikor ők ketten megálltak a Jordánnál, tőlük távolabb azok is megálltak. Illés fogta a palástját, összegöngyölte és ráütött vele a vízre, mire az ketté vált. Ők pedig mindketten szárazon mentek át rajta. Amikor átértek, Illés ezt mondta Elizeusnak: kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadtatom tőled. Elizeus így felelt: jusson nekem kétszeres rész a benned munkálkodó lélekből. Ő erre így felelt: nehezet kértél. Ha látsz engem, amikor elragadtatom tőled, akkor úgy lesz. De ha nem, akkor nem lesz úgy. Amikor azután beszélgetve tovább mentek, hirtelen egy tüzes harci kocsi jelent meg tüzes lovakkal, és elválasztotta őket egymástól. Így ment föl Illés forgó szélben az égbe. Elizeus látta ezt, és így kiáltozott: atyám, atyám, Izrael harci kocsija és annak hajtója. Aztán nem látta őt többé. Ekkor megragadta ruháját, és két darabra tépte. Ez Isten írott igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Valami véget ér, kezdődik más talán. Hangzik az egyik ifjúsági énekünknek a kezdő sora. A hetekben, amikor hittanórát tartottam a gyermekeknek, akkor kérdeztem tőlük, hogy milyen különleges képességgel rendelkeznének szívesen. Mi lenne az a különleges képesség, amit most kipróbálnának? És többen egymástól függetlenül a repülés nevezték meg. Repülni milyen jó lenne, ha szárnyaink lennének, hogyha a felhőkben tudnánk mozogni,
szabadon, elrugaszkodva a földtől. Ige szakaszunkban, ha nem is egy klasszikus repüléssel találkozunk, de egy elragadtatás van előttünk. Amikor Illés a forgó szélben felmegy az égbe. Nem különleges képesség ez, hanem magának az Istennek egy nagyon különleges, személyes, sokat mondó jelenléte, megnyilvánulása Illés életében. Mennybe menetel ünnepén most nem a klasszikus Jézus mennybe menetelének a története van előttünk, ami Lukács evangéliumának a végén, apostolok cselekedetének az elején is meg van írva, hanem Istennek egy ószövetségi embere, illetve úgy is mondhatnám, hogy Istennek ószövetségi emberei vannak előttünk. Ebből fogunk majd mennybe menetelre is rátérni. Ebből a nagyon izgalmas, nagyon változatos történetből, amit az imént hallhattunk felolvasva. Felemeltetés. Bibliában Jézuson kívül Illés emeltetik még föl. Viszont látjuk, hogy Illés, ahogyan felemeltetik, ő neki nem történik földi halála. A Bibliában még egy ilyen személy van, akin úgy megy az Istenhez, hogy tulajdonképpen nincsen földi halála. Ez nem más, mint Énók, aki Istennel járt, a Bibliában le van írva, egyszer csak eltűnt, mert Isten magához vette. Különleges események ezek. Különleges esemény az, amikor Illés elragadtatik, és az Isten magához hívja. Miről is van szó? Illés a tanítványával, Elizeussal, mondhatnánk úgy is, hogy mester, tanítvány, de úgy is, hogy Elizeus és a lelki atya együtt mennek Isten szavára Gilgából Bétel felé. És Elizeus valahonnan megtudja, hogy tulajdonképpen ez a út, amin most ők együtt mennek, ez a nap, ez tulajdonképpen az utolsó földi napja Illésnek. És ezért szerette volna még kihasználni az időt. Szeretett volna még vele menni. Szerette volna még talán a közelségét érezni, a biztonságot megtapasztalni. Nem akarta elengedni Illést. Pedig ő, minthogyha menekülni akart volna. Igen, szakaszunkat olvasva talán ez jön le, ez az érzés fogalmazódik meg bennünk, mintha Illés menekülni akart volna ebből az élethelyzetből. Ugyanis háromszor mondja a tanítványának, hogy maradj itt, mert nekem el kell mennem. Maradj itt, nekem el kell mennem, és sorolja, hogy hova. És aztán Elizeus háromszor válaszol, hogy bármi történjen is, én nem szeretnék mellőled elmenni. Én itt szeretnék veled lenni. És aztán megjelenik előttünk az 50 próféta tanítvány is a távolban. Valami készül, valami hatalmas nagy dolog, valami olyan dolog fog történni, amit mindenkinek látnia kell. Igen, Elizeus már tudta, hogy az utolsó óráit tölti Illés, az ő szeretett atya, lelki atya itt a földön, és tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy szeretett volna áldást kapni. Szerette volna még kihasználni az utolsó pillanatot, amikor ott van. Ne menj el, ameddig nem adsz nekem áldást. Ne menj el addig, ameddig nem áldasz meg. Eszünkbe juthat Jákob is, aki amikor az angyallal tusakodott, akkor csak úgy engedte el az angyalt, hogy mondta, hogy addig ne menj el, ameddig meg nem áldasz engem. Igen, mert az áldás az életünkben egy nagyon fontos tényező. Az áldás nélkül az ember igazából nem is tud tovább menni.
Az Isten nem áldja meg az utunkat, nem áldja meg a munkásságunkat, nem áldja meg az életünket, akkor nem is érdemes tovább menni. De milyen is ez az áldás? Nem egy klasszikus áldáskért, inkább egy kérés, egy vágy. Elizeus az első szülötteknek járó áldást kérte az ószövetségi gondolkodás szerint. Jusson nekem kétszeres rész a benned munkálkodó lélekből. Így is mondja, hogy kérjél még valamit, mielőtt elmegyek. Kérjél még valamit, és ő ezt kéri, hogy jusson nekem kétszeres rész a benned munkálkodó lélekből. Nem anyagi, nem testi, hanem valamilyen lelki áldásra vágyódott. Nem azt kérte, hogy kétszer olyan népszerűbb legyek, mert azért ebbe benne lehetne az is, hogy kétszeres rész a benned munkálkodó lélekből. Nem azt akarta, hogy kétszer olyan népszerű legyek, mint te, vagy kétszer annyi csodát vigyek véghez, mint te, hanem az Illésben munkálkodó lelket kérte. Istennek a lelkét. Azt mondta, hogy jó, hogy te elmész, emberileg nagyon fáj, de szeretném, hogyha bennem is továbbra az a lélek munkálkodna, aki benned is ott van. Mert csak így érdemes a feladatot tovább csinálni. Csak így tudom hűségesen, megbízhatóan, építő jelleggel, szeretettel véghez vinni azt a küldetést, amit az Isten rám bíz. Valami véget ér, kezdődik más talán. Igen, nehéz az elválás. Nehéz az elválás. Bármilyen emberi kapcsolatot tekintve. Főleg akkor nehéz az elválás, amikor tudom, hogy földi viszonyatok között már nem fogunk találkozni. Nehéz az elköszönés egy haldoklónak a világtól. Nehéz az elköszönés a szeretteknek, a rokonoknak, a haldoklótól. Nehéz az elköszönés, igen. Nehéz emberektől búcsúzni, elköszönni. A hívő ember azonban tudja, hogy van folytatás, hogy lehet folytatás. És tudjuk, hogy nem könnyű az elválás. És nem is kell ezt elbagatelizálni, mert nehéz, mert nyomokat hagy. És bizonyára a Jézus körül levő tanítványoknak is nehéz volt az elválás. Akkor, amikor már tudták, hogy Jézus el fog menni. Az a Jézus, aki közöttük volt, akivel 3 éven keresztül együtt munkálkodtak, éjjel-nappal, akit követtek. Mi lesz most velünk, hogyha elmegy a Mester? Nehezen tudták ezt feldolgozni. Jézus azonban bíztatta őket. Nem azt mondta, hogy oké, menjetek el pszichológushoz. Vagy próbáljátok magatokban ezt megoldani. Próbáljátok magatokban feldolgozni. Hanem azt mondta, hogy menjetek el szerte az egész világba, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. És nem lesztek egyedül. Folytatja. Szentlélek által ugyanis megvalósul az ígéret. Jézus mondja, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Jézus bíztatta a tanítványokat, nem kell félnetek. Lehet, hogy nem testben leszek veletek, továbbra is, úgy, ahogyan eddig, de veletek maradok, mert elküldöm a Szent Lelket, akit érezni fogtok, akit tapasztalni fogtok, aki vigasztalást fog nektek adni, aki előre mutatást fog nektek mutatni. Igényben azt látjuk, hogy Illés próféta elvégezte a küldetését, és kijelölte az utódját Elizeusban. Ige szakaszunkból kiindulva nagyon érdekes és érdemes megvizsgálni, hogy mit hagyott Illés maga után.
egy búcsú ajándékot maga után hagyott, illetve több búcsú ajándékot is. Először is a benne levő lélekből hagyott ott, mert ezt kérte Elizeus. Ez a lelki oldala. A lelki oldala, hogy te is vidd tovább ezt. Hogy Isten veled marad. De ott van egy másik oldal is, egy tárgy. Ami Illés csodatételeinek az eszköze volt. Ami Mózesnél a pásztorbot volt, az Illésnél a köpenye. És azt látjuk, hogy Illésnek a köpenye még ott marad, amivel a csodákat tette Isten hatalmával. Egy lelki és egy kézzelfogható dolog. Igen, mert szükség van a jövőben való nézésre, kézenfogható dolgokra is. Lehet, hogy most ez fura, ha a testvérek ezt hallják. Mikor itt mindig lelki dolgokról beszélgetünk. Igen, Jézus is hagyott konkrét dolgokat. Jézus itt hagyta a földön a vizet, a bort és az ostját. És tulajdonképpen, ami Illésnél az ő palástja, az Jézusnál a víz, a bor, az ostya, a szentségek, a két szentség, amit mi evangélikusok vallunk, amin keresztül az igén, az igével és a hitünkkel egybe vegyülve üdvösségünk van. Jézus Krisztus is hagyott itt úgynevezett tárgyakat. Azért, hogy legyen mire emlékeznünk. Azért, hogy legyen az üdvösségnek is egy látható jele. Nem hiába történtek ezek, és nem hiába tartja az evangélikus egyház is szentségének a keresztséget és az úrvacsorát. Teljes mértékben, pedig lelki értelemben Jézus a Szent Lelket hagyta itt. Küldte el, aztán később. De közöttünk van a Szentlélek kiáradása során. És ha már jelenségek, ha már látható dolgok, akkor még egy dolgot szeretnék kiemelni ige szakaszunkból. Egy jelenséget. Illésnél ugyanis azt olvassuk, hogy tüzes harci kocsi és tüzes lovak jelentek meg. Tüzes harci kocsik és tüzes lovak. Talán a kép is előttünk van, hogyha Illést nézegetjük a képes Bibliában, akkor mindig ott van az a tüzes szekér. Általában ez jut eszünkbe. Ugye tudjuk, hogy nem ez vitte föl az égbe Illést, hanem forgószélben ment föl. Ezeknek a jelentése Isten erejét mutatják. Hogy Isten bizony egy nagy erővel, jelenléttel volt ott Illés mellett. És ez jelképezi, ez a tüzes szekér és a tüzes lovak, hogy Isten hadereje mindent felülmúl. Isten ereje mindent felülmúl. És ez volt az, kedves testvérek, amit Illés képviselt. Ez volt az, amit Elizeus igen bölcsen meglátott. És ezt a szellemiséget kérte tőle, hogy őt is, ez az Isten támogassa, ami mindent legyőz. Egy olyan korban vagyunk, és egy olyan időszakban, amikor Illésnek és Elizeusnak is nagyon nehéz volt prédikálni, nagyon nehéz volt az Isten ügyét képviselni, hiszen nagyon nagy volt az ellenállás. Szükség volt Istennek a jelenlétére. És párhuzamot húzhatunk újra Illés és Jézus között. Mert talán lehet mondani nyugodt szívvel, hogy ami Illés távozásában ott volt, de egész szolgálatában is jelen volt az a tűz, az tulajdonképpen az a tüzesség az Jézus mennybe menetelénél Jézus Krisztusnak az egész megváltó munkája. És hogyha előre tekintünk Pünkösdre, akkor már láthatjuk is az összefüggést, hogy a léleknek a tüze közöttünk marad, Szentlélek formájában. Hiszen Pünkösdkor is kiáramlott a Szentlélek.
Ezek, kedves testvérek, összefüggnek. Illést ilyen formában Jézus előképének is szoktuk mondani. Nem egyenlőséget téve, hanem magára Jézusra mutatva. Elizeusnak nehéz volt elengedni Illést, és ez egy természetes emberi tulajdonság. A tanítványoknak nehéz volt elengedni Jézust, és ez is egy természetes emberi tulajdonság. De mindkét esetben azt látjuk, hogy az Úr beavatkozott, és lehetővé tette a lehetetlent. Mert Isten soha nem akarja azt, hogy a láthatókhoz ragaszkodjunk. Ezért ad enyhülést számunkra a gyászban, ezért tudja velünk feldolgoztatni a veszteségeket, amikor már nem találkozunk valakivel. Ezért hangsúlyozza, hogy Jézus Krisztushoz ragaszkodjunk, és az ő igéjéhez. Az legyen a támaszunk, a zsinórmérték, a Biblia legyen számunkra. Ne emberekbe bízzunk elsősorban, hanem Jézus Krisztusban. Mert ő az állandó, ő a maradandó, ő, aki elküldte szent lelkét, és formálni tud bennünket. Természetesen közösségekről van szó, emberekről van szó, embereken keresztül, úgy, ahogyan egykor Illést és a többi prófétát, és a többi 50 próféta tanítványt is felhasználta, úgy minket is, mindannyiunkat fel tud használni Isten. De elsősorban nem a láthatókra, hanem a láthatatlanra teszi a hangsúlyt. Tovább kell nekünk is lépnünk. Tovább kell nekünk is lépnünk, hogy ne a kézzel fogható, hanem az hit és az erő vegye át az igazi látást a mi életünkben. Valami véget ért, kezdődik más talán. Rainer Maria Rilke írja a következőt. Ha távolabbra tudnánk nézni, mint ameddig tudásunk ér, és még egy kicsit sejtéseinken is túl, akkor talán több bizalommal viselnénk el szomorúságainkat, mint örömhírünket. Mert ezekben a pillanatokban valami új indul el bennünk. Valami ismeretlen. Igen, távolba tekinteni. A láthatatlanba. Illés egyike azon Szentírás szereplőinek, aki nem halt meg. Akiről nem olvassuk azt, hogy meghalt. A legtávolabbra nézett, mégis a legközelebb került hozzá az Isten. Illés nem halt meg. De van, aki meghalt. Van valaki, aki meghalt, és átélte a halálnak a tusáját. Átélte a szenvedésnek az utolsó perceit. Átélte az elmúlásnak a valóságát, aki a legmélyebbre ment, aki azonosulni tudott az emberi szenvedéssel, de aki aztán fel is támadt. És vallhatjuk mi is azt, hogy Jézus Krisztus a feltámadás és az élet. Aki hisz ő benne, ha meghal is él, átmegy halálból az életbe. Kedves testvérek, mi is átmehetünk a halálból az életbe. Élhetünk tovább. Élhetünk tovább akkor, hogyha érezzük, hisszük, és lelki szemeinkkel látjuk, hogy Jézus közöttünk van, szent lelke által, hogy itt munkálkodik. Hogyha hisszük, hogy ő valóban azért ment el a legmélyebbre, hogy nekünk ne kelljen oda lemennünk. És egykor pedig vele együtt lehessünk az örökké valóságban. Tudunk-e, kedves testvérek, mit kezdeni Krisztus mennybe menetelével, és annak örömével? Ahogyan tudunk azonosulni talán a születésével, a kereszthalálával, a feltámadásával, úgy tudunk-e azonosulni a mennybe menetellel? Az, hogy milyen fontos ez, hogy Jézus fizikailag már nem tud oda menni mindenkihez, egyen-egyenként. Fel kellett mennie a mennybe,
ami nem tudjuk, hogy hol van pontosan, az égbe, de mégis közöttünk van. És úgy, ahogyan Illés nem hagyta magára Elizeust, úgy Jézus sem hagyja magára az emberiséget. Úgy, ahogyan Elizeus is megkapta az isteni lelket, úgy mi is megkaphatjuk, és tapasztalhatjuk, és bennünk lehet, bennünk élhet és mozoghat. Heti igénkben hallhattuk János 12-ből, ha felemeltetem a földről, Jézus mondja, magamhoz vonzok mindeneket. Milyen csodálatos ez a mondat. Jézus felemeltetett a földről. Ezt még a mennybe menete előtt mondta. És van lehetőségünk, kedves testvérek, hogy mi is ebbe a vonzás körzetbe beletartozzunk. Hogyha őszintén hisszük és valljuk, hogy Jézus Krisztus Úr menjen és földön. Mi itt vagyunk még a földön. Itt kell élnünk, és itt van feladatunk. De Jézus erre is adott receptet. Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet. És ez mindenkire szól. Minden tanítványhoz, a kedves testvérekhez, a képernyő előtt ülőkhöz, akik hisznek Jézus Krisztusban, annak az embernek belülről fakadó, mozgató rugója lesz. És el fogja indítani azon az úton, amelyen kell. Hogy többen hallgassuk az igét, hogy minél több megtért lélek legyen együtt, és egykor talán majd találkozhatunk az örökké valóságban. A földön maradottaknak, nekünk az életében az ige hallgatása, hirdetése és a cselekvése lehet életcél. Mindez a hétköznapi munka, tanulás, munkálatok közben, függvényében. Hogyha az ige igazán a szívünkig hatol, akkor csodákat fogunk mi is megtapasztalni. Nem fizikai értelemben fogunk szárnyalni, mint ahogy talán Illés szárnyalt fizikai értelemben is, hanem lelki értelemben fogunk. Lelki értelemben szárnyalhatunk, és Isten ebben megsegít minket. És akkor talán már a veszteségeket is másképpen fogjuk értékelni. Már nem elsősorban emberekhez kötődünk, hanem magához, Jézushoz. Így imádkozhatunk szeretteinkért, így imádkozhatunk vigasztalásért, így imádkozhatunk azért, hogy a testi és a lelki dolgokat tudjuk megkülönböztetni, ugyanakkor egymás függvényében tudjuk értelmezni őket. Illés felemeltetett, kedves testvérek, mi is felemeltethetünk. Imádkozzunk ezért, és adjunk hálát, hogy Jézus Krisztus szent lelke által közöttünk van. Amen. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy nem hagysz egyedül minket, bár sokszor úgy érezzük. Kérünk, hogy magányunkban, kiszolgáltatott helyzetünkben lássuk meg a láthatatlant, de mégis az egyedüli orvosságot, az egyedüli éltetőt, téged. Urunk, olyan jó, hogy te adsz nekünk társakat. Kérünk, hogy így tudjunk kettesével, ahogyan a tanítványok, vagy közösségben sokan együtt elmenni szerte a világba. Azokra a helyekre, ahol te látni szeretnél minket. Hogy őszintén, tisztán, szívvel, lélekkel, boldogan, örömmel tudjuk hirdetni a te országodat. Ahol együtt vagyunk, és az örökké valóságban pedig együtt lehetünk. Áldj meg minket, Urunk, mert nem jó a te áldásod nélkül tovább menni. Amen.
Hirdetem a gyülekezetnek, hogy Isten tisztelet után kamarakórusi énekkari próbát fogunk tartani. Pünkösd hétfői Isten tiszteletre fogunk egy éneket gyakorolni, így jelenlevő közül is nyugodtan maradhat bárki. Hirdetem továbbá, ha már énekkari próba, hogy pünkösd hétfőn, amellett, hogy délelőtt itt együtt fogunk énekelni, délután 3 órakor egyház megyei kórus találkozó lesz Balassa gyarmaton. Ez az egyház megyei kórus találkozónak a fő célja, hogy énekeljünk együtt, de ne csak énekeljünk, hanem éneket is tanuljunk, és ennek nincsen előfeltétele, szóval bárki jöhet, nem kell hozzá, hogy legyen egy konkrét énekkar, mert a mi esetünkben most az énekkar még szünetel. Ugyanakkor elmehetünk közösen, és el is fogunk menni, így csatlakozhat bárki. Tehát húsvét hétfőn 3 órára Balassa gyarmatra fogunk menni, lehet hozni hangszereket is, és együtt dicsőíthetjük Urunkat, Istenünket az egyház megye többi gyülekezetével. Ez talán jó alkalom arra is, hogy egy kicsit kinyissunk, kicsit nézzünk szerte a világba, a megyébe, és ismerkedjünk más gyülekezeti tagokkal is. Hirdetem, hogy holnap 4 órától gyermek konfirmációs felkészítés lesz, és szombaton, holnap után pedig egyházkerületi missziói nap. Hirdetem még szeretettel a testvéreknek, hogy lehet még jelentkezni a regisztráció ellenére, és akinek van kedve, még csatlakozhat, mert még van bőven hely az autóban, az autókban. Tehát Óbudára fogunk menni, és ott lesz a főtéren egyház kerületi missziói nap, ahol már szerte a világban, nem csak a megyében levőkkel, hanem az egyház kerületben, sőt, a világban is bárkivel találkozhatunk, hiszen ez egy igazi missziói nap lesz, mert Óbudának a középpontjában, főterén lesz. Tehát igen izgalmas misszió elé nézhetünk. Imádkozzunk ezért, hogy minél többen hallják meg Isten igéjét. Továbbá hirdetem még Piris Csabai csendes hetünkre való jelentkezés lehetőségét. Május 31-ig lehet jelentkezni. Így bátorítom még azokat a testvéreket, akik talán bizonytalanok, és van lehetőségük idejük eljönni. Érdeklődjenek nálam is nyugodtan, vagy másoknál, hogy milyen is ez a csendes hét. Örülnénk, hogyha minél többen mennénk a gyülekezetünkből, és együtt is töltenénk egy nyugodtabb, Krisztussal közeli hetet. És a napközis gyermektáborunkat is hirdetem, július 4-től 8-áig fog tartani az általános iskolás korosztálynak. Így elsősorban evangélikusoknak és salgótarjániaknak hirdetjük, és a szorványban levő evangélikusoknak ezt a alkalmat, és bátorítsunk rokonokat is, barátokat, akiknek van valamilyen kapcsolata a gyülekezettel. Így imádkozhatunk ezért a gyermektáborért is. Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Megkezdett énekünk 4. verszakát énekeljük.
Hajtsuk meg fejünket, elménket, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, áldunk téged, hogy közben járunk át tetted egyszülött fiadat, a valóságos embert, aki együtt érez velünk, a valóságos Istent, aki ismeri minden gondolatunkat és a te atyai szándékodat. Add, Urunk, hogy Jézus Krisztus szavára hallgatva cselekedjük akaratodat. És így tudjunk, Urunk, ebben a földi életben élni és mozogni, tudva, hogy minden hatalom tőled van. Így tudjunk, Urunk, minden gyengeségünkkel hozzád fordulni. Kérünk, hogy te ruházz fel minket szent lelkeddel, erőddel. Kérünk, Urunk, hogy te teljesítsd rajtunk ígéretedet, és add, hogy hű és igaz tanúid lehessünk, akik nem csak szavakkal, de tettekkel is hirdetik a te országodat. Így tegyél, Urunk, minket tanítványoddá, hogy lehetőségünk szerint tudjuk hirdetni az igét. Urunk Istenünk, Jézus Krisztus, aki mennybe mentél, hogy jelen légy mindenütt, ahol ketten vagy hárman egybe gyülekeznek. Te nevedben kérünk téged, hogy légy velünk mulandóságunkban. Légy velünk kiszolgáltatott helyzeteinkben, gyászainkban, lelki, testi problémáinkban. Légy, Urunk, a te, a mi lelki gyógyítunk, hogy így tudjunk megújulni napról napra, és így tudjuk érezni a te szeretetedet. Urunk, add, hogy hozzád ragaszkodjunk, és így tudjuk végezni mindennapi teendőnket. Légy velünk, maradj velünk szent lelkeddel, hogy dicsérhessünk téged életünk minden napján. És hallgass meg most közös imádságunkat, amit a te nevedben így mondunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjátok az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
nem további szép vasárnapot, hanem további szép csütörtököt kívánok, és még sok erőt a hét további részéhez, és találkozunk vagy most istentisztelet után, vagy szombaton, vasárnap, szinte minden nap. Isten áldja a testvéreket, erős vár a mi Istenünk.